Milyen beruházás zajlik, polgármester úr, most itt a Zöldfa úti óvodában? Az óvodának a teljes felújítását terveztük, egy topos pályázat keretén belül 200 millió forintot nyertünk erre a beruházásra. Gyakorlatilag a mögöttünk látható óvoda épületnek a teljes felújítása fog megtörténni. A falakig visszabontják az egész épületet, és mondhatom, hogy egy új és nagyon-nagyon korszerű óvoda fog megépülni. Teljes rekonstrukcióról beszélhetünk? Tehát a vezetékektől kezdve vizes blokkokig minden megújul? Minden megújul az ég egyet a világon, ahogy említettem az előbb, a falak maradnak meg, és mindenki lesz cserélve a lehető legmodernebb, legkorszerűbb eszközökre. Körülbelül egy hónap van az óvoda kezdésig. Hol lesznek azok az óvodások, akik itt vannak elhelyezve? Hát van egy nagyon bevált épületünk, az Úri Kaszinó épülete, ami már több ilyen nehéz helyzetben kisegített bennünket, hát a nehéz persze időzőjelben, mert örülünk annak, hogyha az óvodáink megújulnak, és amikor a Kuten úti óvodának a felújítása zajlott, akkor is a Dózsa-György úton voltak elhelyezve ideiglenesen az óvodások, és most is ez történik meg. A Zöldfa úti óvodából oda fognak átkerülni a gyermekek, most szünidő van, tehát most kisebb a probléma, de remélem, hogy a kivitelezők megfelelő időben és a lehető leggyorsabban végeznek ezzel a munkával. Mindenképpen megéri ezt a kis kényelmetlenséget vállalni, hiszen valóban egy 21. századi szintű óvoda fog itt rendelkezésünkre állni. Mi a célja az önkormányzatnak a mű felújítással? Hát egyrészt ez az óvoda, ez valóban óvodának épült valamikor, de hát nagyon-nagyon régen volt felújítva, tehát kisebb karbantartások kerültek végrehajtásra. Az alapvető célunk az, hogy a nevelés egy nagyon fontos szakasz, az óvodai nevelés. Itt találkoznak a gyermekek olyan környezettel, ami gyakorlatilag meghatározza a további életüket is. A legkülönbözőbb szociális helyzetből érkeznek. Az óvodáknak a kinézetükben is példát kell mutatniuk, hogy is, mint is lehet élni és kell élni. Ezért is nagyon-nagyon fontos az, hogy az óvodáink rendben legyenek. Azon túl természetesen, hogy nem mindegy, hogy milyen körülmények között töltik a napjaikat a gyerekek, és milyen körülmények között dolgoznak az óvodában a nevelők, a óvodapedagógusok és a kisegítő személyzet. Lassan az óvoda korszerűsítéseknek a végére fogunk jutni, de mindenképpen azok az óvodák, ahol még nem történtek meg, azok is számíthatnak arra, hogy felújításra fognak kerülni. Mely óvodák estek már át korszerűsítésben, esetleg egy kis visszaemlékezést, ha nézhetünk? Csokonai úti óvoda, Jókai úti óvoda, Kuten úti óvoda, az elmúlt időszakban például a Kinizsi úti óvodának a konyharendszere újult meg, és lehet, hogy még mások is, csak most hirtelen a teljeség igénye nélkül soroltam fel ezeket. Ez volt itt valamikor a bejárat. Jó napot kívánok! És ez az összes ablak, ajtó, minden ki lesz cserélve. Tető megújul, színekben megújulnak, és átépítés is lesz. Tehát ez egy nagyon, tényleg egy korszerű óvoda lesz.